Önök a Líceum televízió adását látják. Sok szeretettel köszöntöm a Líceum televízió nézőit, azonnal mutatom, mivel foglalkozunk mai magazinunkban. Természetvédelmi tehetségműhely, a Bükkalja településeinek értéktára, többek közt erről is szól az együttműködési szerződés a Bükki Nemzeti Park és az Eszterházy Károly Egyetem között. Felező bál, rakabeli stílusban ünnepelték a félidőt, a képzésük felét már teljesítő hallgatók. Fellőtték a 2017-es egri csillagot, a díszteremben ízlelhették meg a friss fehér bort. Ezek a mai Eszterházy körkép fő témái, mindjárt kezdünk, tartsanak velem, tartsanak velünk! Kihelyezett egyetemi tanács keretében kötött együttműködési megállapodást a Bükki Nemzeti Park és az Eszterházy Károly Egyetem. A tavalyi év végén született megállapodás az intézmények között régóta fennálló kapcsolatot erősíti meg. Stúdiónk vendége Dudás György, a Bükki Nemzeti Park igazgatóság általános és szakmai igazgatóhelyettese, valamint Patkós Csaba főiskolai docens, a Földrajzi és Környezettudományi Intézet részéről. Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat, és hogy itt vannak a mai stúdió. Mondhatnám, hogy this is the beginning of a beautiful friendship, de hát nem mondanék igazat, hiszen ez nem a kezdete egy jó kis találkozásnak és kapcsolatnak, hanem már egy régóta fennálló, ahogy azt az előbb is említettem. Először talán Györgyöt szeretném megkérni arra, hogy egy picit elevenítsük fel ennek a gyökereit, hogy stílszerű legyek. Hogy talált egymásra a két intézmény? A két intézmény, én úgy gondolom, hogy mindig is egymásra kellett, hogy találjon, hiszen széleskörű szakmai kapcsolatok és szakmai átfedések vannak közöttünk. Ugye a Nemzeti Park egy természetvédelmi szervezet, nagyon sok tudományos eredményt használ fel, nem csak egy bizonyos tudomány témakörében, tehát határfelületen mozgunk, földtani természetvédelem, élettelen természeti értékek megőrzése terén, élő természeti értékek megőrzése terén, kulturális értékek megőrzése terén, tájgazdálkodás, tájhasználat, hagyományos emberi tájhasználat megőrzése terén, illetve sok olyan feladatunk van, ami ezeknek az oktatását, bemutatását is szolgálja, tehát gyakorlatilag a pedagógia vonalán is találkozhatunk, a környezeti nevelés vonalán is találkozhatunk, az ökoturizmus, a turisztika vonalán is találkozhatunk, tehát nem csak találkozhatunk, hanem találkoztunk is. Tehát a szakmai átfedés mindenképpen megvan a két intézmény között, az együttműködés is mindenképpen megvolt és megvan, és reméljük, hogy ennek az együttműködési megállapodásnak az eredményeként is ez kiterjed a későbbiekben. Másrészt nagyon régi baráti kapcsolatok is fűznek, ugye azért az egyetemen oktatógárdához sokukkal együtt végeztünk, annak idején még tanárképző főiskolaként ebben az intézményben. Egy részük visszakerült ide, egy részük a Nemzeti Parkhoz, mint ahogy én is a Nemzeti Parkhoz kerültem, és hát ezt az együttműködést folytattuk, hiszen annak idején már hallgatókorunkban is együtt jártuk a Bükknek az erdeit és a hegyeit, földjeit. Tehát ezek a meglévő dolgok lettek gyakorlatilag deklarálva most ebben a kis kontraktusban. Így van, és hát remélem, hogy azért ez előrébb is visz minket, hogy az egyetem egyetemmé vált, azért ez egy jelentős esemény volt. A Bükki Nemzeti Park 40 éves lett az idén, 1977. január 1-én alakult meg a Bükki Nemzeti Park és a Bükki Nemzeti Park igazgatóság. Tehát ez egy jó alkalom volt arra, hogy a két intézmény között picit formalizáljuk, vagy akár mondjam azt, hogy jobban formalizáljuk az eddigi együttműködést, hiszen az egyes intézetek között már eddig is voltak együttműködési megállapodások egy-egy tématerületre vonatkozva, akár tájvédelem terén, akár biodiverzitás megőrzés terén, kutatás terén. Tehát elég sok szakmai kapcsolatunk volt, és reméljük, hogy a jövőben egyre több lesz. Az ön hallgatói milyen módon kerültek kapcsolatba eddig a Bükki Nemzeti Parkkal? Milyen lehetősége volt a hallgatóknak, oktatóknak arra, hogy ez a szakmai kapcsolat folyamatosan épüljön? Hallgatóink és oktatóink, így fogalmaznék. Tehát amikor én ide kerültem, akkor már örököltük ezt a kapcsolatot,
és számtalan formában azt lehet mondani, tehát jó magam földrajzos vagyok, a földrajzos a terepen él, a Bükk ugye a legközvetlenebb környezetünk, ahová hallgatóinkkal kijárunk, természetet megfigyeljük, akár a földtani alapokat, akár az élő környezetet. Ugyanakkor intézetünk része a környezettudomány, környezettudományi tanszék, környezettudományi és tájökológiai tanszék. Hadd emeljem akkor itt ki dr. Dobos Anna kolléganőt, aki már hosszú évek óta folytat gyümölcsöző, kutatói, oktatói kapcsolatokat a Bükki Nemzeti Parkkal. Tehát részben ugye általa működtetett tehetséggondozó programon keresztül hallgatók bevonásával végzi el a táj bizonyos elemeinek, részleteinek felmérését, illetve ebből publikációk születnek, és számos olyan eredmény, hiszen például tudjuk, hogy a Hungarikum listára felkerült a Bükkalja, illetve a helyi kőkultúra emlékei, mely anyag összeállításában a Nemzeti Park mellett a mi oktatóink, kollégáink is részt vettek. Ők voltak az oktatói rész. A hallgatóknak gondolom adott az, hogyha már csak a környezet és a földrajz tekintetében közelítjük meg, most tényleg egy-egy kőzettani elemzés, meg minden egyéb adva van, hiszen itt van a Bükk csodálatos vidéke. A szakmai gyakorlatok gondolom alap, hogy sok esetben a Bükki Nemzeti Parknál tölthették a hallgatók. Ugye most folyamatosan szeretnék ezt a fajta kapcsolatot bővíteni. Milyen egyéb feladatokat, lehetőségeket kaphatnak még a hallgatók, hogy betekintsenek a mindennapi gyakorlati munkába, ami ugye az elméleti alapozáson túl majd a gyakorlati munkavállalás során tudná őket esetleg segíteni a későbbiekben? Hát saját tématerületén úgy gondolom, hogy sok hallgató találhat kapcsolódási pontot a Nemzeti Parkhoz, tehát akár a Nemzeti Park élő természeti értékeinek felmérése, vegetáció felmérése, állatvilág felmérése terén, ennek a megőrzése, védelme terén, madárvédelmi programokban kapcsolódhatnak, illetve nagyon sokan kapcsolódnak szakdolgozóként hozzánk, akiknek külső témavezetői a Nemzeti Parknak a munkatársai. És mondom, tehát itt bekapcsolódhatnak az erdélyiskola programjainkba, illetve bekapcsolódnak az erdélyiskola programjainkba, akár részben, mint gyakorlatos, és ezeknek a programokban részben vezetői, akár egy-egy egyetemi terepgyakorlat szakvezetését is el tudjuk vállalni, illetve el szoktuk vállalni. Vannak közös rendezvényeink, vannak közös programjaink, ezeket szeretnénk kiterjeszteni. A jeles napokra, természetvédelem jeles napjaira vonatkozóan az idén már végignézegettük a rendezvénynaptárunkat, közös rendezvénynaptárunkat, hogy hol, mikor, milyen rendezvény lehet. Madárgyűrűző programjaink vannak, amelyekbe be szoktuk vonni az egyetem hallgatóit, illetve az egyetemi terepgyakorlatoknak madárgyűrűző programokat tartunk. Tehát úgy gondolom, hogy nagyon sok téren kapcsolódhatnak, kutatáson, oktatáson, környezeti nevelésen, turisztikán keresztül, és kapcsolódnak hozzánk, fajmegőrzési programokon keresztül kiemelhető mondjuk akár a Magyar Szöcskeegér megőrzési programja, amelyben szintén együtt dolgozunk több más intézmény mellett az Eszterházy Károly Egyetemmel. Tehát azt hiszem, hogy a lehetőségek azok nagyon széles skálán adottak. Gondolom, hogy ezek idővel beépülnek a képzési kínálatba is a szakmai gyakorlatként, kutatási területként. Milyen módon prezentálják ezt a hallgatók felé, ezt a fajta választási, bőválasztási lehetőséget, amit a György elsorolt? Természetesen ennek több lehetősége van, hiszen szakjaink nagy részében, többségében ez a kötelező 6-7-es szakmai gyakorlat szerepel, tehát választják is hallgatóink a Bükki Nemzeti Parkot, mint partner intézményt, tehát itt végzik szakmai gyakorlatukat. Másrészt a Bükki Nemzeti Park szakemberei közül többen a mi képzéseinkben külsősként beoktatnak a lehetőségek függvényében, tehát az ő szakmai tudásuk azt gondolom valóban a természetből fakad, és szükségünk van ezekre az ismeretekre, hallgatóinknak is szüksége van rá. Tehát az ilyen fajta együttműködéseket a jövőben is kívánjuk tovább művelni, sőt, új kollégánk, Sütő László kollega javaslatára, ötletére egy ilyen geotúra vezetői képzésen törjük a fejünket. Nyilván ezt csak a Bükki Nemzeti Park együttműködésével tudjuk megvalósítani majd. Nagyon jó, hogy ezt említett, és mindkettőjükhöz szól természetesen a kérdés, hogy most a szó mostani értelmében hogyan lehet az erdőt, a természetet ismételten trendivé
tenni. Tehát említette György az erdei iskolát, annak idején a mi fiatal korunkban ez annyira természetes volt. Napjainkban azért hallottam már olyat, hogy ellenállásba ütköznek azért a fiatalok, hogy 2-3 napra mondjuk kiköltözzenek, még egy vízzel, villannyal, minden egyéb jóval, földi jóval ellátott erdei iskolába, és ez egy pedagógusnak is azért embert próbáló feladat, azt gondolom, hogy ötödikeseket, hatodikosokat megfelelőképpen lekössenek. Tehát a kínálatot és a pedagógusok felé a módszertant is gondolom, hogy valamilyen módon így sikerült talán összehangolni, vagy törekednek rá. Mindenképpen törekszünk rá, tehát gyakorlatilag erdőiskola program kínálatunkban a szálláshelyi biztosítástól és egy program kiajánlástól kezdve egész, amit ugye az adott pedagógus vihet végig, egészen addig, hogy a teljes programcsomagot kínáljuk, és a teljes programcsomag összeszolgáltatását, oktatási programját, túravezetését mi nyújtjuk, gyakorlatilag ezen a téren bármit lehet választani. Itt egynapos, többnapos, hetes programok egyaránt lehetnek, illetve hát vannak, kereslettől is függően. Itt sokszor gondot jelenthet az, hogy mondjuk egy szálláshelyi szolgáltatásnál fizetőképes kereslet van az adott iskolának az erdeiskola programszolgáltatásra, egyáltalán a szálláshelyi szolgáltatás, egyáltalán arra, hogy egy buszra felüljenek és elmenjenek, nem Egerből, hanem mondjuk az ország egy másik végéből a Felsőtárkányi erdeiskolánkba. Ezek ténylegesen az iskolának a kereteit feszegetik, ezek az iskolának a problémái lehetnek. Tehát kereslet van, sokan jönnek, sok az érdeklődő, remélem, hogy ki tudjuk szolgálni ezeket az igényeket. A mostani 20 éves hallgatók körében nyilvánvaló, akik ilyen szakon hallgatnak, az ő számukra a természet, a természetvédelem, a tájvédelem és minden az ezzel való együtt létezés úgy gondolom, hogy azért alapkövetelmény. De hogy mennyire van igazsága annak, amit az előbb mondtam, hogy egy kicsit vissza kell talán a természetbe csábítani a fiataljainkat mostanság a virtuális világból. Mennyire tapasztalja ezt a hallgatók körében? Természetesen, tehát ez a X vagy Y vagy Z generáció, aki a mobiltelefonjával, vagy már nem is tudom minek lehet ezt nevezni, kommunikátorával érzi jól magát, és ezt a húzgálós új mozdulatot végzi napra pontosan, folyamatosan, állandóan. Azt lehet mondani, hogy persze hát a földrajzszak és a környezettan azok, amelyek vonzák ezeket a fiatal hölgyeket és urakat, akik szeretik ezt a fajta életet egy picit ki a természetbe. Ugyanakkor, ha a szélesebb publikumot, a társadalom egészét próbáljuk meg szólítani, azt lehet mondani, hogy ez egy trendi dolog, én azt gondolom. Tehát a világ lakosságnak nagy része most már lassan, azt hiszem, városlakó, tehát több mint 50%, és ezek az élményelemek, amiket a természet tud nyújtani, jelen esetben mondjuk a bükk, ezek hiányoznak, és a fiatalok köréből is hiányoznak, amit nem tud biztosítani számukra egy telefon, egy internet. Azt gondolom, hogy ez európai és magyarországi trend is, hogy egyre nagyobb lesz ez az igény, és ezek a fajta együttműködések, ezek ki tudják elégíteni majd. Na, ezeket az élményelemeket kell gondolom megfelelően diszeminálni, publikálni, és mindenképpen terjeszteni, nem csak itt helyileg, hanem országos szinten is. Erre is találtak talán egy kis pontot az együttműködési szerződésben. Így van, tehát ebben is együttműködünk, megegyeztünk abban, hogy egymás programjait is reklámozzuk, egymás programjairól informáljuk a másik intézményt, intézetet. Minden évben vannak olyan programok, amelyek érdekesek lehetnek az egyetem hallgatói számára, például a minden évben megrendezett ifjú kócsagőr program, ahol 18-24 évesek jelentkezhetnek egy-egy természetvédelmi őr mellé, és itt természetvédelmi feladatokba látnak bele, és egy vetélkedő végén juthatnak el valamilyen külországba, ahol egy ottani nemzeti parkot látogathatnak meg, de számos egyéb program van, amin részt vehetnek, és igen, ezeket a rendezvényeket próbáljuk közösen is
megrendezni. Van egy közös előadássorozatunk ugye az egyetemmel, amely havi rendszerességgel a Líceum könyvtárában kerül megrendezésre. Mika professzor úr volt éghajlatváltozás témakörben az első előadó. Jövő hétfőn, következő hétfőn, tehát 20-án, március 20-án lesz globalizáció, és mit tehet a magánember, az egyén a globális környezeti problémák ellen. A következő előadás a Miskolci Ökológiai Intézet, a Fenntartható Fejlődésért Intézet munkatársának az előadásában, és hát minden hónapra tervezünk egy-egy ilyen előadást egyetemi oktatókkal, külső meghívott előadókkal, nemzeti parki munkatársakkal. Tehát úgy gondolom, hogy nagyon sok felé próbáljuk ezeket prezentálni. A 40 éves évfordulóra való tekintettel nagyon sok rendezvényünk van, amelyeken szeretnénk minél szélesebb közönséget látni, az egyetem hallgatói, az egyetem oktatói közül is. Megrendezésre került a transzbükki átkelés, folyamatosan vannak tematikus napjaink, tematikus túráink, amelyeket különböző szakterületen mozgó kollégáink vezetnek, erről lehet a weblapunkon tájékozódni, ezeket folyamatosan meghirdetjük az egyetemen is, és remélem, hogy nagyon sokan fognak ezeken a gyakorlatilag nem havi rendszerességű, hanem annál most már jóval gyakoribb programokon részt venni. Volt farkasnyomozó túránk, tervezzük ugye természetesen a jeles napoknak a túráit, különböző lepkész programokat, bemutató programokat, botanikai programokat, Natura 2000-es programokat, Borsli mezőségben lúdtalpaló túrát szervezünk. Mindenkit szeretettel várunk az Aktelek Bükk kerékpár túrára, amit most azért mondtam így, mert Bükk Aktelek kerékpár túra, de mivel az idén 40 éves a Bükki Nemzeti Park, ezért az idén úgy tervezzük, hogy fordítva indulunk, és itt fejezzük be ezt a 70 kilométeres távot. Tehát remélem, hogy ezen azért minél többen meg fognak jelenni. Megelőzte a kérdésemet, mert szerettem volna, hogyha a teljesség igénye nélkül a 40 év kapcsán egy pár gondolatot mond. Még úgy értesültem, hogy van egy programjuk a barlangok kapcsán is. Ez miről szól egészen pontosan? Gyakorlatilag március a barlangok hónapja, igen. Egy hónapos úgymond rendezvénysorozat, ahol a látogatható barlangjainkat, az ország nemzeti parki kezelésben lévő látogatható barlangjait javasoljuk megtekinteni, és ezekhöz kedvezmények is társulnak. Ugye azt tudni kell, hogy Magyarországon minden barlangjúreg az védett, vagyunk a bükki barlangok, amelyek több mint 1200 bükki barlang van, regisztrált bükki barlang van, tehát gyakorlatilag az ország barlangokban egyik leggazdagabb helye. Ezek a Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésében vannak, ezek között vannak látogató barlangok, ugye a Lilafüredi Anna barlang, a Szent István barlang, vannak Overáros barlang túráink, tehát úgy gondolom, hogy érdemes ezeknek a gyönyörű és ritka és értékes földtani képződményeknek a bemutatására felhívni a figyelmet, illetve nem a bemutatására, magukra, barlangokra felhívni a figyelmet. Okay. Ennek örömére van egy kiállításunk, ugye ez az Inverz Everest kiállítása a Egerben, az Agria Plázában, amelynek nemrég volt ugye megnyitója, és ez javaslom mindenki számára, hogy tekintse meg. Legyen így, a természet gyönyörű, fedezzük fel együtt, külön hallgatók, oktatókkal, szakemberekkel, vagy akár családostul. Reméljük, hogy további jó tartalmakkal sikerül még ezt az együttműködést megtölteni, és ezekről a rendezvényekről, amiket György említett, ezeken a rendezvényeken minél több hallgató vesz részt, és igyekszünk mi is mindegyikről, amire csak el tudunk jutni beszámolni. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönjük, és további szépen. Szép napot kívánok Önöknek! A múlt héten részletesen beszéltünk a tavaszi fesztivál sokszínű program kínálatáról. A sajtó széles körű nyilvánosságát március 13-án tájékoztatták a szervezők a tavasz köszöntő rendezvény részleteiről. Most nézzük meg ezt együtt. Csillagtól csillagig tart az idei tavaszi fesztivál. A sajtótájékoztató keretein belül ismertették a szervezők a program sorozat részleteit. A rendkívül színes összetételű fesztivál 6 héten keresztül fog tartani, a csillagbontástól egészen a csillag weekendig. Érdekesség, hogy a fesztivál idején van a színház világnapja, a költészet napja, illetve a tánc világnapja is. Zenétől a borig, tánctól a festészetig vagy a színjátszásig tulajdonképpen mindenki megtalálja majd a számára érdekes programot. Maga az összefogás az nyilván arról szól, hogy a
hogy a városban működő rendezvényszervező, programszervező intézmények, cégek erre az időszak nagyon sok programot terveztek, és mi szerettük volna ezt a tavaszi fesztiválba úgy beintegrálni, hogy azok a programok, amelyek jó kiegészítik egymást, illetve amelyek a lehető legszélesebb palettát nyújtják az érdeklődőknek, hogy korosztályban, ízlésvilágban, nyilván a kultúra egyes ágaiban, hogy mindenhol legyen egy olyan program, ami nem egy, hanem több olyan program, ami a lehető legszélesebb érdeklődésre tart számot. Az Eszterházy Károly Egyetem három programban vesz részt, mint együttműködő partner. Az első a Tipozón tipográfiai kiállítás, második programunk Egerhez és a borhoz kapcsolódik, hiszen egy városi címke tervező pályázatot írtak ki, amin a hallgatóink vehetnek részt. Ezek mellett a fesztivált népszerűsítő óriás plakátokon 14 egri képzőművész alkotása fog megjelenni, többek között intézményünkhöz köthető művészeké is. Az első és talán számunkra a legkiemeltebb, a legfontosabb az egri templomgalériában megrendezendő Tipozóna című kiállítás, ugye, ami a média és dizájn tanszék oktatóinak és hallgatóinak tipográfiai munkáit fogja bemutatni, ami azért érdekes, vagy azért unikum egy picit, mert a tipográfiával ilyen fokon vagy módon foglalkozó vagy gondolkozó kiállítás mostanában nem jött létre. A Csillagbontás és a Tavaszi Fesztivál megnyitója a Líceumban került megrendezésre március 15-én, ahol a díszteremben bemutatták az idei egri csillagot, illetve egy borkóstolón vettek részt az érdeklődők. A 45 napos kultúra kavalkád nyitánya ezúttal is itt a Líceum dísztermében az egri csillag 7. évjáratának bontásával és kóstolásával kezdődött. A gasztronómiai kínálat a borok mellett sajtkülönlegességekkel, vegán és húsos ételekkel volt teljes. A szalon hangulathoz a finom falatok és a legkiváló borok mellé egész este kellemes zene társult. Csillagtól csillagig. Ez volt az idei egri tavaszi fesztivál mottója, amely az egri csillag új évjáratának már hagyományosnak tekinthető fellövésével kezdődött. A fesztivál ünnepélyes megnyitójára a Líceum dísztermében került sor, ahol borkóstolóval és gasztronómiai különlegességekkel várták a vendégeket és az ide látogatókat. Ez az első alkalom, hogy a nemzeti ünnepen, itt ebben a fantasztikus teremben, és nagyon jól esik kimondani, az Eszterházy Károly Egyetem dísztermében nem csak az évjárat egri csillagát mutatják be a borászok az igényes közönségnek, hanem ez egyben az egri tavaszi fesztivál megnyitó alkalma is. Az egri bikavér több mint 100 éves születése óta a borásztársadalom elérkezettnek látta az időt, hogy megkeressék és megalkossák a világhírű bor fehér párját. Ez egy hosszú folyamat, gyakorlatilag, hogyha beletekintünk az egri borvidéknek a hagyományába, látható, hogy nagyon komoly hangsúly volt mindig is a fehér szőlőn. Sok-sok évszázad úgy telt el, hogy kék szőlő sem volt itt. Gyakorlatilag ez a rengeteg fehér szőlőfajta, ami megtalálható, igazából nem forrta ki magát egy emblematikus egri fehérborrá. Az előző időszakban nagyon komoly hangsúlya volt a vörösbornak, nyilván ez a komoly márka indokoltá is teszi az egri bikavért, de azért nem szabad elfeledkezzünk, hogy ez a termőhely a fehér szőlő termesztésére is elképesztően izgalmas és jó. Úgyhogy elgondolkodtunk sokan ezen az ügyen, és látható vált, hogy az a hagyományos bortermelési felfogás, amit a házasítás jelent,
az tetten élhető volt a borvidék világ életében. És nyilvánvalóan vált, hogy egy olyan bort kell megfogalmaznunk, ami kifejezi a hagyomány, de ugyanakkor a korszakra megfelelő, és természetesen az egri bort kifejező stílusként jeleníthető meg a piacon. Hatalmas történelmi dolog ez, hogy megszülethetett, hiszen a borvidék úgymond kezébe vette úgy a maga sorsát, ami nagyon kevés borvidéknek adatik meg. Márkát építhet, pozícionálhat, és kialakíthatja a stílusát. Nyilván ez egy hosszú folyamat, ahol most tartunk, az is egy állomás, de szerintem nagyon-nagyon méltó állomás, ahol most vagyunk. Hey, élet, egy öngy élet, ennél szebb sem lehet, csak az jöjjön katonának, aki ilyet szeret. Ez az én ajándékom önöknek. Az Egri Csilla 2011-ben mutatkozott be először, azóta pedig a bortermelők évről évre összeállítják a helyi borvidéket kifejező fehér boraikat. Az Egri Csillag az egy gyümölcsös, vagány, egries, könnyed fehérbor. A szabály azt mondja ki, hogy 50%-ban magyar szőlőfajtákat kell tartalmazni. Ez azért fontos, hogy minél autentikusabb, minél egyedibb karakterű borrá váljon. És az illatos fajtáknak az aránya nem lehet több, mint 30%. Az pedig azért fontos, hogy ne egy nagyon parfümös pacsuli bor készüljön, inkább egy ilyen termőhelyi karakterű egyedi fehérbor. Úgyhogy leginkább azt mondom, hogy ez egy nyári bor. Eger városa hagyományként tartja számon a helyi borkultúra jelenlétét, és igyekezett ezt a tavaszi fesztiválon is kibontakoztatni. Most egy picit változtattunk az eddigi szokásokon. Egy sajátos módon másfél hónapos eseménysort tekintünk az Egri tavaszi fesztiválnak, és azt mondhatom, hogy minden műfaj képviselői megjelennek. Én arra biztatok minden egri embert, és természetesen minden egyetemi polgárt is, hogy válogasson ebből a kínálatból, hiszen mondom, szinte minden műfaj megjelenik ebben a programban. És ha már itt vagyunk a Líceumban, az egyetem főépületében, azt is fontosnak tartom, hogy a mai napon, a nemzeti ünnepen aláírtunk rektor úrral egy együttműködési megállapodást, ez az egyetem és a város közötti megállapodás, amelyik kiterjedt szinte minden területre a városfejlesztési stratégia további gondozására, egy szellemi együttműködésre, arra, hogy szinte minden területen szeretnénk igénybe venni azt a tudományos erőforrást, amelyet az egyetem képvisel, és természetesen különösen szeretnénk azt, hogy a sportban, a kultúrában együttműködjünk. Egri Csillag, ugye ez már a hetedik évjárata az Egri Csillagnak, és mint eredetvédett bor, van egy nagyon szigorú leírása, hogy hogyan készülhet, és ennek az egyik kitétele az, hogy az előző évnek a termését a következő év március 15-én lehet elsőként forgalomba hozni. Igyekeztünk belevonni az Egri Csillag, hogy kísérje végig az Egri Tavaszi Fesztivált. A kiemelt rendezvényeinken, amelyekről lehet tájékozódni az egritavaszifesztivál.hu honlapon. Ott feltüntettük, hogy melyik rendezvényekhez kapcsolódik Egri Csillag kóstoló. A borászok nagyon pozitívan álltak hozzá a kérésünkhöz, és több rendezvényen megjelennek Egri Csillag kóstolóval, tehát a vendégek, akik jegyet vesznek és megnéznek egy tavaszi fesztivál rendezvényt, a rendezvény után egy Egri Csillag kóstolón is részt vehetnek. Az Eszterházy Károly Egyetem életében is meghatározó szerepet tölt be az egri bor kultúra. Az egri borásztársadalom és az egyetem vezetősége is fontosnak érzi, hogy ez a gyümölcsöző kötelék a jövőben is erősödjön. Engedjék meg nekem, hogy egy kicsit legyek önző, mivel nálam van a mikrofon, és hagyj köszönjem meg kollégáimnak, hogy ezt a napot még szebbé teszik, ugyanis az Eszterházy Egyetemnek ez az első olyan borbontása, csillagbontása, hogy saját borral is képviselteti magát. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ők is elkezdtek valami szépet és jót építeni, gratulálok nekik. Az elmúlt fél évet azzal töltöttük, hogy a Lőrinc György által vezetett Borút Egyesület 3-4 hetente itt a rektori szobában gyűlt össze, és elmondták a bajaikat, és mi elmondtuk azt, hogy mi mit tudunk segíteni. Nyilván nem tudunk
vagy akkor nem tudtunk még bort készíteni, de tudunk tudományos oktatói hátteret biztosítani arra, hogy valami szép és új szülessen, nem csak Egerben, hanem Észak-Kelet-Magyarországon. A borászok nagyon-nagyon nagy szeretettel érkeztek, és tele vannak tetvágyjal. Úgy gondolom, hogy amikor visszatért ide az Egri Csillag bontás ebbe a gyönyörű épületbe, akkor az ő akaratuk is benne van, hogy egy méltó helyre jusson, ne csak a tudomány, az oktatás, hanem jusson ide ez a szép esemény is ebbe a gyönyörű szép épületbe. És annyi titkot érdemes elárulni, hogy úgy tűnik, hogy nem csak az Egri Csillag fog ide érkezni, hanem lesz majd egy vörösboros fesztivál is ugyanebben a gyönyörű liceumi épületben. Először van az egyetemünknek Egri Csillaga, mit kell tudnunk erről a borról? Ez egy házasítás, ugye az Egri bor az egy házasított bor, a miénk az Lányka, Olasz Riesling, Chardonnay, Szürkebarát és Tramini fajtákból, ezek közül a Lányka spontán lett terjesztve. Hát úgy gondoljuk, hogy méltó ahhoz, hogy az egyetemünk egyetemmé vált, és ez az első bora, nagy öröm ezt kóstolni mindenkivel, megosztani a barátainkkal, és jó látni, hogy mindenki örül neki. Az idei tavaszi fesztivál megnyitó rendezvénye ismételten kiváló hangulatban telt. A szimbolikus csillagfellövés nem csupán egy páratlan programsorozatot, hanem a város, az egyetem és a helyi borászszakma együttműködésének erősödését vetíti elő. Az elhangzottak alapján 2017 is egy izgalmas év lesz az Egri borok és a fesztiválok kedvelői számára. Új alapszakkal bővül 2017. szeptemberétől az Eszterházy Károly Egyetem kínálata. A közösségszervezés alapszak Egerben és Jászberényben várja azokat a leendő hallgatókat, akik érdeklődnek a különböző közösségi programok, rendezvények, a szabadidőszervezés, illetve a felnőtt képzések és a tréningek iránt. Stúdiónk vendége Simándi Szilvia, tanszékvezető főiskolai decens, akinek köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Igen népszerű képzésünk volt, úgy gondolom, a játék és szabadidő szervező képzés, amit folyamatosan ugye kivezetnek most már a képzési palettáról, mert mint maga ez a fajta státusz is lassan úgy gondolom, hogy megszűnik az iskolák nagy részében. Erre ad egyfajta választ ez a képzés, vagy teljesen el kell különíteni a kettőt egymástól? Részben erre is, de el kell különíteni. Igen. Egyébként új szakról van szó valóban, hogy közösségszervezés új szak 2017-től, de a szaknak a gyökerei egészen 61 éves múltra visszavezethetők, hiszen 1956-ban még annak idején népművelés szakként indult el a kultúra közvetítő szakemberek képzése. A népművelő szakot majd később felváltotta a közművelődési előadó, azt követően a művelődési és felnőtt képzési menedzser, illetve a művelődés szervező szakok nagyon népszerűek voltak az ország számos főiskoláján, illetve egyetemén. Később az andragógia alapszak jelent meg a képzési kínálatban, ahol a felnőtt képzés kapott egy dominánsabb teret. Az egyik szakiránya továbbra is egyébként a művelődés szervező volt még az andragógiának is. Ezt követően pedig ugye megjelent a játék és szabadidő szervező MA szak, ezt kizárólag második tanári szakként vehették fel a hallgatók, és valóban 2016. februárjában lehetett így ebben a formában utoljára indítani. 2015 óta egyébként új szakunk is van, ez pedig a közösségi művelődés osztatlan tanárszak. Egerben az elsőként indult az országban ez a szak. Mi esetünkben itt Egerben javarészt testnevelés szakkal párosítják a hallgatók, illetve az angol és a történelem, ami még jelentős szakpárunk. És majd most 2017-től még bővül egy új alapszakkal, ami a közösségszervezés nevet viseli. Igazából, ami jól megfogható, hogy az egyik, ugye, mint a közösségi művelődés tanárszak is, vagy a játék és szabadidőszervező, ugye tanárszakos képzés mellett volt, ez a szak pedig ugye ilyen szempontból alapszak, kifejezetten a közművelődési szakma számára egy alapszak. Ugye egy műveltségterületet fog ez gyakorlatilag be, és ahogy említette, azért az, hogy ilyen mélyre nyúlnak vissza a gyökerei, folyamatosan mutatja társadalmi igényt erre a szakra. Csak hát gondolom, hogy idővel át kell gondolni ezt a koncepciót, hogy mi az, amit ilyen tekintetben át kell adni a hallgatóknak ahhoz, hogy a mai kor kihívásainak megfelelően kompatibilisek legyenek. Hogyan épül fel nagyjából ennek a szaknak a képzési kínálata? Gondolom, hogy nagy-nagy hangsúly van a gyakorlaton. És milyen
mielőtt erről beszélünk, milyen elméleti alapokat szerezhetnek meg azok, akik ezt valóban választják? Valóban a szak, ugye, hogy felsoroltam az imént a szakok elnevezését, már az is mutatja ezt a tartalmi változást, amely ma ugye, mint a közösségi művelődés, tehát a népművelésről sokkal inkább került a hangsúly a közösségi művelődésre. Ez természetesen az egyes tantárgyak keretében is megjelenik. Természetesen az alapozó tantárgyak között ugye a művelődés történet, közösségi művelődés, művelődés elmélet, de természetesen ugye kifejezetten gyakorlatias tantárgyaink is vannak, mint marketing és PR ismeret, pályázatírás, vagy akár a kulturális turizmus, mint tantárgy megemlíthető, és valóban a gyakorlatra nagyon nagy hangsúlyt fektetünk. Hiszen az a célunk, hogy a hallgatóink mind a tanárképzési szakon, mind majd az új alapszakon minél nagyobb gyakorlat birtokába kerülhessenek, ezért már most is törekszünk a tanárszakos hallgatóink esetében is arra, őnekik ugye elsősorban gyakorlati hely az a középfokú oktatási intézmények, a köznevelési intézmények, az ő esetükben például törekszünk arra, hogy ugyanúgy a kultúra közvetítő intézményekbe is ellátogassanak, ott is szakmai tapasztalatot szerezhessenek, az új alapszaknál pedig kifejezetten egy magas gyakorlat is van beépítve, hiszen ugye 80 plusz még egy 160 órás szakmai gyakorlaton is szakiránytól függően részt vehetnek a hallgatóink, tehát tényleg törekszünk arra, hogyha kilépnek a munkaerőpiacra, olyan készségek, képességek, tudások birtokába jussanak, amivel jól el tudnak helyezkedni. Az, hogy ez meg tudjon valósulni, azért egy igen széles körű kapcsolati tőkét kívánt a tanszék, illetve az egyetem által, hogy ki tudja közvetíteni a hallgatókat. Hová, milyen intézményekhez, gondolom civil, non-profit szervezetekhez is tudnak menni, mekkora ez a kínálat? Valóban nagyon változatos, azt mondhatjuk, hogy akár valóban a non-profit szektorból, akár ugye kifejezetten profitorientált intézményekhez, hiszen ugye a humánfejlesztés szakirány, az ő felnőtt képzési intézmények jöhetnek szóba, tehát ott kifejezetten olyan intézmények is, amelyek felnőtt képzések tervezésével, szervezésével foglalkoznak, akár különböző tréningek szervezésével, de akár a kulturális szakigazgatásban is lehetőség van elhelyezkedni, múzeumokban, tehát tényleg azt mondhatjuk, hogy valóban sokrétű lehetőség áll a hallgatóink előtt, kifejezetten közösségi házakban, közművelődési intézményekben van lehetőség elhelyezkedni. A munkaerőpiac igény is mutatkozott erre a fajta képzésre? Tehát van megfelelő státusz Magyarországon az ilyen típusú szakembereknek a beszívására? Igen, most ezt külön ki is emelhetjük, hogy körülbelül 10 éve nincs olyan alapszak, ami kifejezetten ilyen alapszak, hiszen a művelődés szervező szak ugye az még megszűnt ugye a 2000-es évek közepén, úgyhogy most nagyon jelentkezik az az igény a művelődési házak részéről és a közösségi művelődési intézmények részéről is, hogy legyenek közművelődési, felsőfokú közművelődési szakemberek. Felkülön azt is mondhatjuk, hogy szinte országos hiány van, tehát azok a hallgatók, akik 2017-ben nálunk kezdenek, vagy az ország bármelyik egyetemén, az 2020-ban nagy eséllyel utána munkát fog találni, hiszen erre valóban igény is van. Nem véletlenül örültünk mi magunk is, hogy végre sikerült elindítani újra egy olyan alapszakot, amit a szakma is vár, és a szakma is szívesen látja majd a érdeklődő hallgatókat. Mi is kíváncsian várjuk, hogy vajon a jelentkezési adatok mit mutatnak. Ugye Egerben és Jászberényben indul ez a fajta képzés, nappali és levelező tagozaton is? Vagy igen, igen. Nappali igen, és igen, levelező igen. tagozaton is, tehát azért gondolom, hogy számítanak egy bővebb jelentkezésre, hiszen így is munka mellett is lehet akár ezt már elkezdeni. Arra számítanak-e, vagy lehet, van-e arra lehetőség, hogy mondjuk azért számos olyan kollega van ezekben az intézményekben, aki mondjuk szakmai végzettség nélkül kapott közművelődési intézményekben feladatot, de hogy mondjuk esetleg beiskolázzák, és akkor... Elképzelhető, számítunk. Igen. Vannak olyan külső szakemberek, akik esetleg beoktatnak erről a területről ezen a szakirányon? Törekszünk arra, hogy a kapcsolatot, a szakmai kapcsolatot azt minél jobban erősítsük, és ahol lehetőség van, szeretném mi is olyan gyakorlati szakembereket bevonni a képzésbe, hogy valóban minél többet profitálhassanak a hallgatók. Hát legyen így, reméljük, hogy majd ennek a szaknak a létjogosultságát ezek a számadatok is mutatják. Úgyhogy sok sikert kívánok. Köszönjük szépen. És további minden jót. Köszönöm szépen én is a beszélgetést. Ez a hét a márciusi ifjak megidézéséről szólt. Intézményünk minden kampuszán tartotta kisebb-nagyobb megemlékezést. A gyakorló iskolások ünnepségét már láthatták a Líceum televízió műsorát követők. Most pedig felidézzük a Kepes intézetben tartott 1848 versek dalba fűzve című rendezvény részleteit. Ezen az esélyt az egyetem hallgatói, az egyetemi hallgatói önkormányzat és az EGRI Campus hallgatói önkormányzata, a Kepes Intézet és az Artis Kultúrbár együttműködésével március 15-e alkalmából egy rendhagyó megemlékezéssel tiszteleg az
Az eseményen a forradalmi verseket modern köntösbe öltöztették, hiszen ezeket az alkotásokat szavalva, slam poetry formába és zenei aláfestéssel adták elő. Jóval és mi mégis látszottunk. Ide veled végig partunk. A magyarok istenére esküszünk, hogy ragadt tovább nem leszünk. A magyar nép megint szép lesz. Méltó régi nagy híréhez. Mi rákerünk a századokat. Lemossuk a gyalázatot. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy ragadt tovább nem leszünk. A rendezvény neve nem más, mint 1848, versek dalba fűzve. A rendezvény célja az volt, hogy úgymond a hallgatókat közelebb juttassuk a március 15-ének a szelleméhez. Azért versek dalba fűzve, mert régi forradalmi versek vannak úgymond megzenésítve, és ezt adják elő az egyetemünk berkein belül tanuló hallgatók. Közelebb hozzák az irodalmat és a történelmet a fiatalabb generációkhoz is, ezért döntöttek a szabadabb műfaj használat mellett. Az Eszterházy Károly Egyetem egyetemi hallgatói önkormányzata az idei évben is megszervezte az elmúlt két évben hagyománnyá vált felezőbálját. Az esemény méltó megünneplése a képzésük felét már teljesítő hallgatóknak. Az ünnepélyes estének a Líceum díszterme adott otthont, a téma a rockabilly volt. Március 14-én került sor az idei felezőbárra, amely a Hög szervezésében a Líceum dísztermében zajlott. Az eseményen szép számban jelentek meg az egri felezők, de a Jászberényi, Gyöngyösi és Sárospatagi kampuszok hallgatói is nagy arányban képviseltették magukat. A felezőbárról azt kell tudni történelmi szempontból, hogy idén van először egy egyetemi felezőbár, hiszen az elmúlt három évben az Eszterházy Károly Főiskolán a gazdaságtudományi kar rendezte meg kari szinten, és idén ugye egyetem lettünk, négy város, négy kampusz, és akkor mondhatom, hogy először szerveztünk ilyet, hogy minden négy városból, minden négy kampuszból itt vannak a felező hallgatók, nyilván nem mindenki, de szerencsére jó sokan, és akkor így együtt lehet őket avatni és szórakozni.
Nem csak a felezők számára volt nyitott a bál, így sok végzős is részt vett az esten. A tavalyi évben részt vettem, mint felező, és akkor nagyon jól éreztem magam, úgyhogy úgy döntöttem, hogy idén is eljövök a baráti társasággal a bálba. Jó, hogy most már van külön kaja részleg, tehát hogy étkezésre is van külön lehetőség, illetve ugye a társaság is nagyon jó, meg az egésznek a hangulata. Ugye nem mindennapi esemény az, hogy itt a líceumban is van rendezvény, főleg, hogy bál, úgyhogy ennek mindenképpen van egy különleges atmoszférája. A szervezők welcome drinkkel és tombolával várták a vendégeket, és izgalmasabbnál izgalmasabb sütemények közül választottak az édesszájúak is. A bál témája a rockabilly volt, ez nem csak a díszleten, hanem a megjelenők ruháin is látható volt. Miért jöttetek el a felező bálra? Hát mert felezek. Felezünk! Azért jöttünk, mert felezünk. A tanulmányinkat megfelezünk. A tanulmányaim felénél járok pont most, elméletileg. Soma is, Süli is, és én. És papíron. Papíron. Papíron most járunk a felénél. És jól érzitek itt magatokat? Nagyon jól érezzük magunkat. Természetesen megválasztották a bál királyát és királynőjét is. A szervezők és a résztvevők egyaránt élvezték a táncot, és boldogan fotózkodtak a rockabilly fotófal előtt. Kedves nézőink, műsorunk ezennel véget ért, köszönöm figyelmüket. Jövő héten már kolléganőm, Herczog Csilla várja önöket, tartsanak majd vele is. További szép napot kívánok, viszontlátásra!